Tamásiban a virágok igazi színkavalkádja uralja jelenleg azt a telephelyet, ahol az egynyári növények már a kiültetésre várnak. Mindig színesebb a sortiment, tehát mindig egyre másabb és különleges fajtákat próbálok választani, az új trendeket is ugye nyilván követve a közterület kiültetésében. Úgyhogy az idén a legnagyobb újdonság egy lepkevirág lesz, egy törpe lepkevirág, amit díszfüvekkel és gaurákkal fogok közösen kiültetni, de nyilván megtalálhatóak az edényekben a tiroli, félfutós muskátliaink, a petúniák a közterületi ágyásokban, a vinkák, napvirágok, közel 40-45 fajtát termesz az idei évben 36 ezer darab növényt neveltünk fel a fóliasátrainkban, csak egy nyárit. Ezeket mi már március elején megkezdtük, sajnos ez a rengeteg-rengeteg fagy, tehát az éjszakai és a hajnali fagyok így elhúzódott a termesztési szakasz, úgyhogy jövő hé a héten már elkezdtük, de a jövő héten kezdjük el a, a nagy volumenben a kiültetést. Még sajnáljuk őszinte leszek az árvácskákat, mert hogy pompáznak jelenleg az árvácskák ettől a hűvösebb időjárástól, úgyhogy, úgyhogy, próbáljuk úgy szelektálni, hogy, hogy a nem kevésbé színeseket cseréljük először, és utána pedig a amit muszáj. A közmunkaprogram évek óta az alappillérét adja a telephely működéséhez és a város növényeinek gondozásához. Most már nekünk 2009 óta erre épül a start munkaprogramunk. Ugye az évek alatt építettük föl itt a fóliósátrakat, most már 7 fólián üzemel, a 8-at akarom az idén használatba venni. Úgyhogy a lányok télen ugye az előkészületeket csinálják, a szaporító sejtárcák, cserepeknek a fertőtlenítését, hiszen mindent újra hasznosítunk, tehát ezért is mondom mindenkinek, hogy akinek van otthon egy kis cserepe, hozza ide, mert mi befogadjuk. Mi nagyon befogadóak vagyunk, befogadjuk, és újra hasznosítjuk őket. És akkor februártól elkezdjük ugye a zöldségpalenteknek a, a nevelését, március elejétől pedig ugye az egynyáriakét. Úgyhogy folyamatosan, utána pedig egész évben ugye gondozzuk a, a köztérületi ágyásokat. Hát jelenleg 24 fővel dolgozunk a közmunkaprogramban, de mondjuk effektíven ez, ezen a telepen egy ilyen 15-16 fő dolgozik. Állandóan. A virágok gondozása mindig nagy körültekintést igényel. A szezon kezdetén a legfontosabb a kiültetés megfelelő időpontjának eltalálása, amikor már nem érheti kár az egynyári növényeket az időjárás viszontagságai miatt. Te növényeknél, tehát mondjuk amit átteleltetünk otthon is, hiszen mindenki, akinek van saját hobbikertje, kiskertje, teleltet át növényeket. Én lassan úgy gondolom, hogy május előtt nem szabad kihozni őket, mert hogy a késői fagyok pillanatok alatt megölik őket. Egy nyárit, mindenki jött három héttel ezelőtt, kisütött a nap, vagy négy héttel, hogy jönnek egy nyáriért nem szabad. Várni kell, sajnos ebben is meg kell tanulni, és alkalmazkodni kell ahhoz, hogy türelem kell, és nem kell rögtön megvenni, mert akkor pórul járunk, és vehetjük újra. Az otthoni virágos kertek kapcsán nem annyira, de a közterületek tekintetében érdemes szem előtt tartani az új trendeket, amik mindig valami újat jelentenek egy-egy városrész kinézetében. Nyáron szoktak lenni a, a Azoktól az előáltok gyártóktól, akik onnan a palántát vásároljuk, ezek holland palántát, tehát Hollandiából jönnek a pici palántáink, és akkor ők szoktak általában Balatonfüreden tartani egy ilyen konferenciát, ahol az éppen aktuális trendeket, ugye az éghajlaszthoz, ahogyan változik, a, hogy melyik növény hogyan van nemesítve, melyik hogy bírja a kinti, kinti létet, hiszen az a lényeg nekünk, hogy ugye bírja a, na, a napot, a smogot, a, a mindent is, szegények, és hogyan vannak az új összeültetések. Tehát ezek is mindig változnak, mindig új növények jönnek, és én szeretek próbálkozni, úgyhogy én mindig, mindig veszek a rengeteg új növényt. Tamásiban az árvácskákat és tulipánokat lassan felváltják a muskátlik, a lepkevirágok és a színesebbnél színesebb növénykompozíciók.